szeretettel köszöntöm Önöket, Bájoló sorozatunk ezen évadának második rendezvényén, és az Önök nevében is nagy szeretettel a főszereplőt, Nagy Róbertet. Az előző alkalommal egy zenéhez értő éneklő fiatalember mutatkozott be, most pedig a művészet egy másik ága, irodalom, fotó fog bemutatkozni, és van egy segítője is, aki az ő verseit avatottan fogja előadni nekünk. Bogdán Alexandert is nagy szeretettel köszöntöm. Én annak örülök, hogy változatos mindig ez a program, hiszen különböző emberek, különböző korúak és különböző művészeti ágat művelők mutatkoznak be. Hát nagy izgalommal várjuk, reméljük, hogy Robert nem annyira izgul, mint mi, Alexandra meg még annyira sem. Feritől pedig el is várjuk, hogy ne izgulunk. Köszönjük szépen. Hallgassunk meg először Robitól egy verset, és akkor utána pedig elkezdjük a beszélgetést. Nemek. Már rég nem. Vagyis, hogy ez egy állapot, miben létezem kénytelen. Az arcomba toltad, mindegy, mit kérdeztem. Hát most miért? Vagy épp miért? Nem. Nem erőlködöm többé, nem. Nincs pénzem. Csak állok a sorban, bár a kocsitele értéktelenít minden. Főzni meg kinek? Nem kételkedem, bár nem látom és nem értem. Nem és kész, ebből lesz új én képen. Nem szükséges túlélni, csak hát és meg. Vagy már én sem, régen nem, vagy talán sohasem. Full minimálban tolom, két pont közt a legrövidebb nem vezet a célhoz. Csak a szívembe célhoz. Mit kezdek veled? Ha nem adhatom magamat. És mit kezdek magammal, ha már nem is én vagyok, mert nem kell már semmi sem. Nem lesz már győzelem, nem lesz már vereség, olyan sem lesz, hogy te, meg én, férj és feleség. Nem kell a gyerek sem, az abortusz úgyis drága, kinyitottad az ajtót és elküldtél a... Nem is baj, nem is számít, nem érdekel, nem volt igaz, semmi sem. Nem megyek, nem kell jönnöd, nem kell magam szemen köpnöm, beletörődök a végtelen belső harcba. Felülöm magam borsnak a húsra. Testem hegek borítják, vonatként csapott el az élet. De mi meg nem megnélkezem, akkor sem, a baromra félek. Mint szürke marha csorda, úgy tarol le a depresszió. Sosem volt jobb, csak a konstans regresszió. Szóval nem, most nem kérek belőle, belőled. Pedig finom volt, és nem csak a vaki. De hiába melegítettem, elhidegült az egész. És már a szívemen sem sarjad, csak penész. Nem lehetek könnyű, ha nem vagy mellettem nehéz. Ellensúly nélkül felmaradni? Kérlek, ne nézz. Még nem készültem fel, vagy csak az erőmmel, de azzal is inkább csak el. Nem akarok emlékezni, nem akarok nem létezni, nem akarok rád nézni, elmélyülten beléd feledkezni. Nem kell az, kiről azt hitted, hogy vágyom. Nem jelent már semmit, nem szerettél és nem szeretsz önmagadon kívül senkit. Én meg nem voltam hős, se lovag, csak őrült, egy szerelmes. Majd mondja helyettem a művelt francia. Na, tudom, aki a szóró bíja. Még nem tudom, hogy mire vágyom igazán. Életem megcsalt fiatalságom tavaszán. Nem akarok ősz lenni, koporsóban heverni. Nem tudok már sírni, mert elloptad a gyászt. Rázt kéne kapnom ettől is, de mindegy is. Lemondtam sok mindenről, rólad miért nem enne? Undorodj csak magadtól és engedd, hogy engem máshoz a helyre. Borzalmas volt ez a terhességnyi idő, de a legjobb az életemben. Megtört, hogy mi akarok lenni, de valaki más versében. Jó estét kívánok, én is köszöntök akkor mindenkit nagyon sok szeretettel itt a Berzsényi Dániel könyvtárban, és a mai napon Nagy Róberttel fogunk beszélgetni. Ebből az első versből is már azért érződik, hogy inkább ilyen lét- és társadalomkritikus dolgokról fogunk értekezni. Engedjék meg, hogy leüljek, és közben bemutatom, ugye az igazgató is bemutatta már a Szandrát, ő lesz az, aki sokszor majd a Robinak a verseit fogja kihangosítani, tolmácsolni. Következő versnél is majd így lesz. De egy picit akkor térjünk rá a Robira. Ugye egy ilyen beszélgetésnél mindig van egy olyan kérdés, amit muszáj föltenni, az első, az utolsó, az általában mindig ugyanaz. Robitól is azt szeretném megkérdezni elsőre, hogy hogyan is jött az írásnak a szeretete, hogyan jött az irodalom szeretete az életében? Igazából ez a 2007 környékén kezdődött. Akkor menők voltak ezek a blogok.
blogírás, mindenki ezzel foglalkozott, akinek volt némi affinitása. Ez volt az a korszak, amikor Tóth Avé volt az egyik minden ebben a témában, és így valahogy sikerült ebbe belekeverednem, és mindenféle dolgokat írni. Aztán nagyjából 10 évvel, vagy 7 évvel később jött az, hogy akkor újságíró lehettem, és onnantól meg gyakorlatilag ez a végkifejlet. És ha már kérdezem, tehát ugye blogokat írtál, és nekem elmondtad azt, hogy kétfajta blog volt, mesélj erről még egy picit akkor. Hát volt egy ilyen mindenes blogom, ami társadalomkritika, politika, tényleg a szertágazó témákról szóló történet volt, a másik pedig egy dalszövegeket kritikusan értelmező, elemző és átíró blog volt, ami meg fricskál nyilván a pocsék magyar dalszövegeknek. Ezek a fricskákra, a társadalom kritikára majd rá fogunk térni. Ez a Nemek volt az első verset talán, ami így elkészült. Mesélj róla egy picit, ezt kinek mutattad meg először, és milyen visszajelzés volt? Ez Devecseri Laci látta először, és hát elég pozitívan fogadta, úgyhogy igen, ez ilyen megkönnyebbülés volt, hogy akkor tényleg ezzel lehet, hogy érdemes foglalkozni. Sőt, és ez így be is indult végül is. És ez nem olyan rég volt akkor, most egy pár évvel ezelőtt, ugye? Ez 2016 vége, tehát hogy nálam a költészet az ilyen nagyon későn jövő dolog, és... Tehát akkor most az első versenyben fog majd betekintést nyerni. Ez az első kötet. Hallgassunk meg majd igazából egy slam poetry-ről induló, aztán versi alakuló, eléggé szókimondó dolgot Szandrától, ez pedig a menőpauza és a melodráma. Ezt úgy meghallgatjuk. Menőpauza és melodráma, avagy egy slam poetry margójára. Kedvenc költőim verseit szétloptam az éjjel, slam poetry-t megtölteni kéjjel, mert gáz volna a saját gondolat, jobb a semmi, ami a valami ágáról szakad. Íráskényszer, lábom a gázon, olyan ez, mint moziban a fekete vetítővászon. Elnyelt színekkel mutatják a lényeget, beleköpni a világ dolgába csak így lehet. De mi ebből nyerünk ihletet, amitől lázadásnak hisszük a kín verseket. A kis semmiket, mire csettint minden kretén, feketén ragyognak az Isten fehér egén. Hiába születtem szabadnak, ha rabrak nevelnek, a művészethez nem te kell lesz a képészkeretnek. Korlátolt személyiséggel lázadni mit ér? Annyit, mint az átnevezett Moszkva tér. Viszont így te lehetsz a menő pauza, a kínlódás szimfóniájának Strauss-a. Aztán a nagy királyságban jön a meló, dráma, vajon hány percet dolgoztál le már ma? Írónak képzelem magam, csak nem jönnek a mondatok. A mekiskaja bár fingat, attól majd jól lakok. Szülők által fizetett otthonok, családi romtemplomok, álmot ott látok, hol karátok ígérete karátok. Egymás seggét fényesre nyalhatjátok, ha utána a másikon érzelődik a szarosszátok. Távolból kiáltam még, hogy baszok rátok. Négyből három soromba csak drágárságot várok. Mert néha kell ez is én lennék, éles fengét vénáimba kernék. Ha nem lennék ennyire gyáva, ordítanék bele a nagyvilágba. Problémát váltanék! Valutára és megoldásra. Az előző két versből is azért nagyon-nagyon érződik, hogy ahogyan beszélgettünk, megismertelek, és nagyon sok mindenki jön, de ezekre is visszatérünk, de az előbb edzegettük egy kicsit a fricskát és a társadalom kritikát. Ezeken az előző verseken is érződik azért, hogy folyamatosan görbetükröt tartasz a társadalomnak, és ez a kritikus éned azért az megvan. Hát nyilván a kritikákkal foglalkoztam a legtöbbet, vagy ez az, ami folyamatosan hozzám, vagy a személyiségemhez közel áll. Úgyhogy igen, ez egy olyan dolog, amit szeretek, mert saját magammal szemben is ugyanennyire kritikus vagyok, tehát ezt el kell ismerni, hogy ez saját magammal szemben is megvan, és utána következik mindenki más. De szerintem már kritikus műfaj csak így lehet csinálni, hogy elsősorban az ember saját magával szemben kritikus, és csak utána engedheti meg magának azt, hogy másokkal is foglalkozzon ilyen szinten. És
a társadalomban mi az a... Van olyan a társadalomnak olyan része, amire azt mondod, hogy igen, ez így rendben van, és megérted, vagy el tudod így képzelni a jövőt ebbe a világban, mi jelenleg, ami felé haladunk most? Ez egy nehéz kérdés, mert sok összetevőben nyilván minden világnak megvan az a rész, ami jó, ami működik, ami nem feltétlenül kell változtatni, de mindig megvannak azok a rétegek, amik vagy feleslegesek, vagy rosszul működnek, és tényleg nagyon sok mindent lehetne sorolni. Tehát egészségügy, oktatás, stb. Tehát, hogy ezek mind változásra, vagy változtatásra szoruló történetek. Rátérve egy picit még az irodalomra. Mondj nekem esetleg olyan költőket, írókat, akik példaképek, vagy akiktől így meríteni szoktál, amikor verset érsz. Hát a merítés az nálam egy kicsit ilyen fura dolog, mert nagyon ilyen szivacs tudok lenni néha, ami felszívja a stílust is, és hajlamos vagyok átvenni. És egyébként ezt nem szeretem, meg ezt ki is hagyom a cikkeimből is, a verseimből, meg mindenből, amit csinálok, mert nem szeretem azt, hogyha valami más is visszatükröződik belőle, ami nem én vagyok például. Úgyhogy ez ilyen szinten nehéz. Akiket kedvelek, vagy akiknek a verseit szeretem, nyilván a klasszikus vonalból, Radnóti, József Attila, akik hasonló közegből merítkeztek, vagy éppen Nietzsche, mai élő költők közül meg nyilván Devecseri László, Závada Péter, nagyjából ennyi. Hallgassuk meg most tőled egy verset, ez pedig a Folyamat című vers lesz. Folyamat. Hazugsággal záródó ajtók helyeznek kontextusba. Szép reményünk megmaradt. És bár keressük még az utat, mert a diszonáns igazság már elszaladt. A kérdés már csak az, hogy látlak még én, és hogyan látod majd magadat? Ránk köszön a télidő kontinuum, vacogunk, alig 4 fok sötét van. Álszentimával kezdünk, majd nekivágunk egy hosszú utazásnak. Ambivalens érzésből fakad létünk, hogy ne továbbja. Na, akkor se szerelemnek, csak a csalódásnak. Az előző verseidből is érződik egy-két gondolatból, hogy sok mindennel küzdesz. Mondtad, hogy érdemes lenne beszélgetnünk, akkor van egy betegség, amiben szenvedsz. Ez egy kevert szorongás, hogy depresszív zavarral küzdesz. Mesélj erről, hogy ez pontosan micsoda. Hát ez igazából egy ilyen kutatásra váró terület a pszichiátrián vagy a pszichológián belül. Erről azt kell tudni, hogy depresszió és a szorongás tünetei is jelen vannak bizonyos mértékben egymás mellett, és ezzel kell együtt létezni. Nyilván hatással van a verseimre is, ez a zenyén sötét melankólikus hangulat, de emellett én szeretem a sötét angol humort is, tehát hogy az a kettősség, ez talán egy megtér egymás mellett. A világirodalom is, illetve a magyar irodalom is nagyon sok író és költő küzdött hasonló problémával, akár József Attila, akár Juhász Gyula lehetne említeni, vagy akár Hemingway. És amikor te alkotsz, akkor mennyire érzed azt, hogy ez a betegség új utakat nyit neked, vagy inkább ez gátol téged az önkifejezésbe, vagy hogy érzed, hogy ez mennyire tud új utakat megnyitni szerinted, vagy inkább gátol? Ez nagyon kettős dolog. Tehát egyrészt rendkívül inspiratív, mert vannak olyan gondolatok, amik ennek köszönhetően jönnek elő, egyébként rejtve maradnának. És így ki tudom ezeket írni magamból és előjön. Másrészt meg nyilván visszatartó hatása is van, mert amikor az embernek nincs kedve, akkor nem alkot, vagy nehezebben ír. Bár akkor minden nehezebben jön ki. Tehát, hogy legyen szó egy újságcikk megírásáról, akkor az is problémás. Tehát ez tulajdonképpen a hangulattól változik, hogy éppen mennyire... A hangulat.
Jó. A következővel két verset fogunk majd most hallani, de előtte érdemes megemlíteni egy orosz konferenciát, illetve itt is van egy könyv, azt szerintem érdemes megmutatni majd. Mesélj erről a konferenciáról, hogy kerültél te kapcsolatba az oroszokkal? Van pár külföldi ismerősöm, hál' Istennek, ez egy ilyen teljesen véletlen folytán jött. És ugye rólam köztudott volt, hogy blogolok, meg hogy milyen témákban, és amikor újságíró lettem, akkor az egyik kedves ismerősöm azzal írt rám, hogy lesz egy konferencia az egyetemükön, ez az Orosz Nemzetgazdasági és Közigazgatási Elnöki Akadémia, orosz rövidített nevén RANEPA, és így közölte velem, hogy hát akkor én felírtalak téged a konferenciánkra. Mondtam, hogy oké, mi lenne a téma, és akkor írtam, hogy a konferencia címe Állampolitika, Társadalom, Kihívások és Stratégiai Fejlesztési Prioritások. Ilyen szép kellemesen röviden. És akkor, hogy erre írjak egy tanulmányt, meg hogy utazzak ki Jekaterinburgba, és akkor az előadásom olvassam fel, amit írtam. És ebből az valósult meg, hogy az írásom az eljutott Jekaterinburgba, én viszont nem. De felolvasták helyettem, és sikere volt. Röviden összefoglalva, ez egy oktatás témával, oktatás ügyel foglalkozó rövid írás. Ugye meg volt határozva, hogy maximum 3 oldal lehetett, azt hiszem, vagy valahogy így. Tehát nagyon mélységében nem lehetett belemenni a dolgokba, de én kicsit a zseni képzésre helyeztem ki, hogy a kiemelkedő tehetségű gyerekeket szerintem nem szabad bent hagyni a normál általános iskola rendszer, vagy ebben az iskola rendszerben, ami van, hanem nekik külön utakat kell biztosítani arra, hogy jobban fejlődjenek. A második része pedig arról szól, hál' Istennek ez már megvalósulni látszik, hogy az ilyen modern eszközök minél hamarabb kerüljenek be az oktatási rendszerbe, tehát a táblagépek, digitális eszközök, hogy ezek minél szélesebb körbe terjedjenek, ez hál' Istennek már kezd megvalósulni. Tehát, ezt mikor írtad, bocsánat, ezt nem kérdeztem? 2014-ben volt ez a konferencia. És akkor tulajdonképpen te nem jutottál ki, viszont ez a kötet, ami itt van, én nem olvasom fel a címét, mert nem tudom, bocsánat, ebbe megjelent akkor a... Ez az antológiája ennek a konferenciának, ebben az összes előadónak a felolvasott vagy elmondott beszéde megtalálható. Tehát, hogy ez ilyen összegzés, a konferencia résztvevői kaptak egy ilyet, de neten elérhető PDF formátum, úgyhogy... Akkor most két verset fogunk meghallgatni, először Szandrától az Otthon című verset, utána pedig Robitól az Oroszországból egy szeretlekkel című verset. Otthon. Hazaértem hozzád, de nem jelentes semmi. Kopott fényei cilánkokra törnek a vonatablakán, bennem pedig lassan átveszi az irányítás a kisvanában, öngyújtó lángja fölött főzött heroin. A menet szemmel csak a pusztulás áporodott illatát csapja az arcomba. Otthon, édes. Itt csak vérzivataráztatja a szívkamrákat, míg egy pillanatra felidézem a Casablancát. Legbelül kiíresedik minden szép érzés, jelentéktelen szavakká irányul minden, hol torsz tükörképet beáll a kocsajából, ezrek taposnak rá minden pillanatban. A romlás fokozódik, egyébként a helyzet változatlan. Születésnapomra virág helyett már csak élelmiszer szemétlerapó nyílik a réten, a beton dzsungel szélén, kacagó hiénák kebelezik be mindazt, mi szülőföldemből megmaradt. Oroszországból egy szeretlekkel. Lenémított telefonom diszkófényekkel hívja fel magára a figyelmem. Majd egy tucat hangüzenetet küldtek. Oroszország hívott, csak nem vettem fel a melegebb ruhám, hogy hidegebb éghajlatra költözve szökjek át a boldogság hóviharába. Április van. Feloldom a kijelzőzárat, fáradt fénynyelóval megvakulásra az integrált okosság, fekete burkolat, fekete háttérkép, fekete fénnyel tölti be a teret. Még rábökök a lejátszásgombra, és angyali hangod megtöri bennem a csendet. Hiányoztál.
Nem tudom már, mikor voltam utoljára a bébid. Egy apró flört még belefér. Boldogságtól megrészegült szirénéneket kitépi testemből a szívem minden bánatát. És eszembe jutott minden pajkos órát, mikor csípődet ingatva bájoltál el. Táncolj velem. Most csak visszaírok. Hiába kéred, fáradt hangom ma magamban tartom. Néha jó kicsit önzőnek lenni. Fokozni benned a vágyat, és talán közeleg az igazi férfiak napja, mert tagadhatatlanul ez a kedvenc orosz ünnepem. Ugye meglepsz, füllettest ad az ajándék. Én most csinálok egy kis technikai átállást, ugyanis Robi nem csak verseket ír, hanem fotózik is. Úgyhogy most pár fényképet fogunk majd kivetíteni, de közben én így megkérdezem, mindjárt meglátjuk, hogy jön valami, pedig lekapcsolom. Addig megkérdezem tőled, hogy hogyan is jött a fotózás az életedbe, tehát hogyan indult ez a dolog? Ez az újságírás együtt, hogy voltak olyan események, amikor nem volt fotós, és az újságíró magára marad a terepen. És így az ember rákényszerül arra, hogy képeket készítsen, aztán valahogy azt mondták, hogy egész jó, amit csinálok, megnézhető, úgyhogy ezzel foglalkozhatnék így valamilyen szinten. Aztán persze minden helyen, ahol újságíróként dolgoztam, mindig a fotósokat figyeltem, hogy mit csinálnak, hogyan helyezkednek, hogyan szerkesztik a képeket a helyszínen, és én is próbáltam ezt reprodukálni. Nagyon sok képetbe érződik azt, hogy jelen vagy. Tehát több ilyen fényképet is kiválasztottam, ahol a lábad látszódik. Jelentősége, jelenlét vagy? Mit szeretnél ilyenkor így? Nem, igazából ez Garay Antalatom hatása, ő szokott ilyen képeket csinálni, és ez így nekem is jól hogy ilyen képeket csinálják. De egyébként szerintem jó hangulata is van ezeknek, hogy belóg egy láb, és mégse csak valami siválság van, hanem főleg az ilyen helyeken szeretem, amilyen elhagyatott, amikor látszik, hogy ez az egyetlen emberi jelenlét a képtárban felfedezi újra ezt az elhagyott teret. Hát, hogy imádom az ilyen lepusztult, ócska, igen, az ilyen képeket meg helyeket. Nagyon érződik a képeken, ez a poszlott épületek, ez most így emeltem a következő versetből. Igen, de a képeknél is egyszer nagyon, tehát dominál a pusztulás, viszont a színek is folyamatosan dominálnak. Vagy fekete-fehér, ott is nagyon dominál, ilyen hangzik, bocsánat, de nagyon, ott is nagyon dominálnak a színek is, és itt is. Milyen képeket szeretsz inkább fotózni amellett, hogy ugye inkább az elhagyatott épületeket és a sivárságot? És ez olyan, mint hogyha szellemvasdék lenne. Ez az algoritmus melletti épület egyébként, és tényleg elég. Hát ott látszik is az ablaknál, hogy átsüt rajta a napfény. Hát, hogy eléggé leromlott állapotban. Nem, az ilyeneket szeretem kifejezetten, az épületeket, tájakat. Az emberek azért kicsit macerások, főleg telefonnal fotózni, mert az áridő az jóval lassabb. És a telefonnal készítettek. Telefonnal készült mindenképpen, igen. Tehát, hogy az emberi pillanatokat nehezebb így elkapni, mert sok a bemozdulás, az elmosódik, nem néz ki olyan jól, és akkor van ez a másik fajta, amikor meg poénkodom a tereptárgyakkal, mert az ott a szobor csoport az fekete-fehérben olyan, mint a metrófista. Van a villamos. Ezt visszatesszük. Másrészt meg, hogy a menetirány is, tehát hogy arra ment a történet, és így kicsit dinamikát is sugall a képnek, szerintem legalábbis. A képek mellett van egy falu projekted, vagy egy falu riport projekted, mesélj erről egy picikét, és láthatunk egy-kettő képet ebből. Ez mondjuk éppen körmendős alak, körmendő bárkast. De igen, van egy cikksorozatom, a Felfedezzük Vas megyét. Ennek az a célja, hogy bemutassuk Vas megye településeit. Engem érdekelnek ezek a települések, szeretem leírni a történetüket, és ehhez társulnak olyan képek mindig, amit nyilván profi fotóssal csináltatok.
ami az aktuális állapotokat tükrözi, tehát hogy ez egy friss dolog legyen mindig. És akkor megvan egy kicsit a kettőség, hogy a falu történelme modern képekkel illusztrálva, és így felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem csak a városaink vannak, hanem van a vidék is, amit gyakran méltatlanul lesajnálunk. Pedig ezzel is foglalkozni kell, rengeteg felfedezésre váró hely van, ez a jól rémlik Dozmat például, kilátó felfelé egy út, ez közvetlen a kilátó mellett a szakadék, vagy a várok, ez pedig felső csatára, jól rémlik. Tehát hogy igen, ezekre figyelmet kell fordítani, mert érték, és fontos. Legalábbis nekem. Közben még egy-két képet majd mutatni fogok, de térjünk rá a következő versenyre, az pedig a Túl sok címet viseli. Erről annyit lehet tudni, hogy ez tudatosan felépített vers. Mesélj egy picit róla, mert itt még van a minimalizmus, azért az meg található, és nekem ezek kedvenc képeim, például amit egymás után jön majd. Minimalista? Igen, kicsit minimalista, és nekem ezek így jobban dominálnak. Igen, valamikor ilyen olyan fotósokkal dolgozom együtt, akik a minimalizmusban hisznek, vagy ezt szeretik, akkor ez rám is átragad. Nekem ezek egy kicsit ambivalens érzéseim vannak, tehát jól tudnak kinézni, de szerintem sok utómunkát igényel, hogy ilyen legyen. A vers háttér, vagy túl sok, meg tudatosan felépített vers, a lényeg az, hogy van benne egy motívum, ami sorról sorra vándorol, és hogy az utolsó verszakban egy kicsit pónyra fussam ki ez az egész, ez egy ugyanak vers. Hallgassuk meg ezt a verset, még egy-két képet, egy pillanat, egy-két képet még itt mutatok, ami szintén a Házis Apaló projektből való. Ez pedig a végső, az utolsó kép. Azért választottam én is így ezeket a dolgokat, mert a Túl sok című verseny pont egy ilyen sorral kezdődik, hogy korikfosztott épületek, amiket itt látok, és utána egy picit rátérünk, illetve hát ebben a versben megvan az a te, amit ugye mondtál, hogy folyamatosan vándorod, úgyhogy hallgassuk meg most ezt a verset, akkor nem mondok ezt a világhoz. Túl sok. Korig fosztott épületek közt kettesben andalgunk, csak te, meg én. Egymás kezét fogva tennék meg a bizonyossággal, hogy ismét hamis reményeim áldozata lettél. Poros, füllett térben, üvegmennyezet alá zsúfolodott embertömegben is megleljük egymás tekintetét, csak te, meg én. S rajtunk kívül minden alak arctalan lény. A majdnem szerelem határán, apró döccenőkön átlendülve igyekszünk valamit tenni egymásért. Csak túl sok a te, és nem jutáltak annyi én. Nagyon jellemző rád versírás közben a sorát kötés. Mesélj erről egy picit. Tehát, hogy nem ér véget a sornak a végén a mondat, hanem folyamatosan megyünk. Szeretem azt, amikor az egyik gondolat a másikból építkezik, és hogy ez direktben is jelen van. Hát vannak olyan szójátékok, meg gondolatmenetek a versenyben, amik így épülnek fel, hogy egy dolog több mindent is jelenthet, és igazából ez kicsit talán az élet körforgása, hogy mindig megvan valaminek a vége, az valaminek a kezdete, és fordítva. Úgyhogy igen, ezeket szeretem így alkalmazni, meg ezek minden tudatosan vannak. Tulajdonképpen beszéltünk arról is, illetve az előbb mondtad azt, hogy nagyon beszívod magadba a költőknek a stílusát, mint a szivacs. Van egy-kettő versed, amin érződnek azért költői hatások. Például is felírtam azt magamnak, hogy az orosz versedben például Babicsot lehet szerintem kivenni, ez a fekete. De ez tudatosan épült bele, mert azt mondtad, hogy én nem nagyon szereted azt, hogyha ez. Van is, hogy viszonylag keveset olvasok, tehát hogy ez az, nyilván ismerem a feketét. De másrészt, tehát hogy ez egy aktuális téma a mai napra is, vagy a mai világban is, mert a legtöbb telefon az fekete, és akkor minden háttérkép a feketét, az a menő, meg a legtöbb ilyen
rendelhető vagy kiválasztható letölthető háttérkép téma, azok ilyen fekete, meg... Tehát, hogy igen, ez a kettőség, meg átkötés, ez így megvan. Picit megszólítom a Szandrát is. Mesélj egy picit arról, hogy hogyan ismerted meg a Robit, és ugye sokszor bólogattál itt például az önkritikával kapcsolatban. Tehát hogyan ismered te így kívülről a Robit, főleg a versek kapcsán, illetve az önkritikus lény alapján? Hát mi ugye újságíróként találkoztunk először, és Isten igazából először én féltem tőle. Az az igazság, hogy nagyon-nagyon egy fura ember képét mutatja, hogyha megismered. És aztán későbbiek sem. Bocsit, körbe szólok. Nem akkor vagyok fura, amikor még nem ismered. Hogyha nem ismered, azt mondtam. Nem megismered, nem ismered. Aztán későbbiek sem ennyire sokat dolgoztunk együtt, meg hát mint két legfiatalabb együtt voltunk egy csomó helyre beosztva. És akkor így, lényegében így alakult ki az, hogy ebből lett egy barátság. Meg hát valamilyen módon a baráti körünk is egy picit közösebb lett ezáltal. És az önkritika akkor teljes mértékben? Az igen, az borzasztó. Tehát önnel már egyetlen egy önkritikusabb embert ismerek, aki folyamatosan, hogy ő nem, Robi is, hogy nem biztos, hogy jó. Átküldöm, de hogyha átküldtem, akkor még te olvasd csak el. Lacinak esetleg átküldtem. Tehát először mondjuk te vagy egy kontroll, meg mondjuk lehet, hogy a Laci, tehát aki nem... Igen. Tehát van egy, akkor ezt egy önkontroll, és utána akkor átküldöd a többieknek. Mennyire változtatsz ilyenkor, hogyha valamit mondanak, akkor figyelj, akkor ezt nem kell beleírni, vagy valamit látni, vagy van ilyen, hogy visszajelzés, hogy esetleg másra cseréljünk, vagy mennyire változtatsz? Ez a kontroll dolog, ez csak akkor működik, saját magammal szemben, vagy másokkal szemben, mások részéről, hogyha őszinte a visszajelzés. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ez nagyon jó, meg jó így, meg nem tudom. Tehát, hogy kell a vélemény, és a konkrét vélemény kell. Tehát, hogy ha valaki valamire azt mondja, hogy már elnézést, a kifejezés előtt szar, a szar az nem vélemény. Az valaminek a kifejeződése, de nem vélemény. Hogyha már hozzáteszik azt, hogy miért, akkor lesz vélemény, és akkor tud kritikává fordulni az egész, hogyha tudatosan felépítjük azt, hogy az nekünk miért nem tetszik. Tehát én sem szeretem azt alkalmazni, hogy valami ezért valami csak rossz, hanem azt ki is tudom fejteni, hogy miért nem. Tehát alapból olyan embereknek adod át szerintem a verseket, akik ezt őszinte meg is mondják neked. Akik be lehet bízni ilyen szempontból. És ezért jó ez a dolog, meg azért tud működni, mert hál' Istennek van két olyan ember, aki a végletekig bír őszinte lenni, meg mer őszinte lenni. Meg kritikusa lenni a munkámnak, és az nekem fontos. De ez kérdés, mint az egy nagyon jó visszacsatolás ilyen szempontból. Tehát egyrészt téged is megerősít, vagy éppen javít, hogyha arról van szó. Úgyhogy ezek kellenek. A következő versed egy eléggé érzékeny témát érint, egy eléggé polgárpuskasztó téma, de akár ez a Lolita érzés tükröződik benne. Nem mondhatok valamit? Igen, mondjuk. Ez érdekes majd, hogy amit mondtál, hogy Robival ugyanide kapcsolódik még, hogy mennyire ismerjük egymást, hogy vannak nagyon hasonló képeink, amik teljesen egymástól teljesen függetlenül. Például ez, ami az polgárpukasztó téma, és bocs, hogy közbeszóltam, hogy nekem is van egy nagyon-nagyon hasonló, ami szinte ennek a párja, egy versen. Na, szóval visszatérve tényleg ez a Lolita életérzés fogalmazódik meg benne. Mesélj egy picit, hogy ez hogyan, mert egészen első személyben van írva, de mégis ez egy kérdés. Ez egy társadalomkritikus mű, és kicsit reflektál a mai világra, hogy a 30 éves emberekéhez a diszkóban például a 13 éves kislányok dörgölőznek, vagy passzolnak korban, vagy egy kicsit ez kezd ilyen vált, vagy bevett dolog lenni, ami szerintem nem feltétlenül szerencsés. És pedig azért egyes szám első személyben íródott, hogy az olvasó is bele tudja élni magát abba, amit olvas. Másrészt így szerintem sokkal megbotránkoztatóbb is az, ami benne van. És hogy ez lesz a végkifejlet. Egyrészt akkor társadalom kritika, másrészt kritika a korkülönbségre való reflektálás. És hát tényleg ez a Lolita érzés tükröződik, a vers címe is már polgárpukasztó, az a címe, hogy pedofil vers. Pedofil vers. Azt mondtad, a szüleid nem szeretnek, nem értenék úgysem, ami köztünk van. Csak mellém szegődtél a vad éjszakában.
és most felhúzott pólóban fekszel az asztalon, még ujjaim a sok kristályokat kis hústtel rendezik a hasadon. A pincér tölt egy italt a köldöködbe, elég merészen indul az este, már csak azért is, mert 13 vagy. Lenyalom róla a sót lassan, majd kiiszom a tekilát, a citromot pedig az élet adja hozzá. Ajkait harapdálva nézel rám, én pedig pedofilnak érzem magam. Elgondolkodtam azon, milyen lenne, ha megcsókolnálak, ahogy azt vágyod. Majd elképzelem, ahogy a csuklomon kattan a bilincs. Vajon megérni? Mindenképp. De mégsem teszem meg. Vigyázok rá a magam fura és elvetem módján is hagyom, hogy életünk szilánkjai számunkra ismeretlen módon kapcsolódjanak egymáshoz. Végtelennek tűnő éveket kéne várnunk egymásra, ahogy te csak fiatalodni, én meg csak öregedni fogok. A sors közösség pedig örök áldásként ragyog felettünk privilégiumként. Néha nem érted, miről beszélek, mert az egy kutya. Mégsem félsz tanulni és érdeklődsz az élettörténetem iránt. Próbálom elkerülni a találkozásokat. Amúgy is furcsa ez a szituáció. De próbálsz kihasználni minden alkalmat, hogy gyakrabban lássuk egymást. Egymásra utalva csinálunk mosolyt a másik arcára. Neked olvasnod kell, én viszont nem lehetek a kőszívű ember. A fiaimat meg egy talán még számomra is ismeretlen nő méhelejti. Nem tudom, meddig tart a közös út, de élvezem minden másodpercet a több órás beszélgetésednek. Benned meg felmerül a kérdés, hogy mennyire untathatsz. De pillanatok alatt fosztik semmivel a közel 20 év kor különbség. A generációs szakadékok amúgy sem az életkor, hanem a tudás függvényei. Melletted újra élvezem, hogy létezel szavak nélkül csendben sem maradunk szótlanul. A lázadás benned épp úgy elsődleges emberi szükséglet, mint az evés, az alvás és a gyilkolás. Nem vagyunk többek másoknál, mégsem fogadná a köztes dolgaink a társadalom. Nem lehetek elég tiszta ahhoz, hogy veled legyek. Picit már érintettük a versírást, hogy hogyan is alkotsz. Mesélj egy picit, nagyon-nagyon érződik az, hogy inkább életszituációk, helyzetek, hangulatok jellemzők rá, de hogyan épül fel egy kis világ, hogyan zajlik a versírásnál? Hát gyakorlatilag erről szól a folyamat című versem, tehát hogy azt nevezni Marsz politikának. Az ember leülés, ami jön, azt kiírja magában alapvetően. Nyilván mindig vannak fókuszpontok, mindig vannak olyan gondolatok, amik köré épül egy vers, de ez mindig változó. Tehát, hogy azért mondom azt, hogy legtöbbször az aktuális elmeállapot függvénye az, hogy mi lesz egy versből, mi lesz a végkifejlete, hogy az mennyire lesz szomorú, vagy vidám, vagy az a keserédes. És amikor leülsz, akkor jön belőled, vagy pedig lehet, hogy eltállik egy-két hét, vagy egy hónap, vagy nem tudom mennyi, míg a következő sor elkészül? Általában mindig elkészül valami alapja a versnek, tehát soha nem szeretem félbehagyni a dolgokat. Tehát, hogy ez is a maximalizmushoz, meg az önkritikához azért hozzátartozik, hogy nem tudom ott hagyni félben. Tehát, hogyha valamit elkezdek, akkor azt valamilyen szinten befejezem. És van-e, hogy utólag visszamegyek és átírok dolgokat, hogy más lesz. Egyes gondolatok átkerülnek más versekbe például, és nyilván abból a versből törlődik. Tehát, hogy ez ilyen nagyon változó és komplex. Sokszor motivumokból, vagy egyetlen egy gondolatsorból építkezel. A következő versekben is lesz majd ilyen. Mesélj erről, tehát itt például, amikor beszélgettünk, mondtad, hogy nem beszélek ördögül a vállamon, nemetve suttog a fülembe. Falsi igazságok elfeblített valóságát. Tehát néha egy-egy gondolat, ami jön, vagy olvasol, vagy találkozol vele, és akkor ebből bontakozik ki a vers? Igen. Tehát, hogy mindig megvannak azok a pontok, amik éppen aktuálisan, vagy gondolatok, amik érdekelnek. Amiről szeretnék beszélni, amit jó kifejteni, és ebből mindig felépül valami, vagy jobb esetben felépül valami. Nyilván van olyan is, amikor az egészet dobom a kukába, mert nem vagyok vele elégedett, nem tetszik, nem úgy hangzik, ahogy azt én szeretném, vagy aminek én elképzeltem első körben, és akkor az felejtős. Társadalom,
Vacsipolára is. A szójátékok meg nyilván az alternatív zenei világ hatása, amikor így összemosódnak a dolgok. Hát ez a Queen Bee, Kis Csillag, Kis Pál, ezek az ő hatással vannak. Amikor a társadalom kritika mellett a másik, amit nagyon érezni a verseny, az a párkapcsolati téma. Hogy sokszor azt a mélységet, amit akár megértél, hogy ezt a rögös utat, azt versenybe írod ki. Sokszor a múlton menekszesz, ez érződik. Viszont egy kérdés, hogy mennyire vagy a jelenben ott? Mennyire vagy a mostban ott? Ezen én nem gondolkodtam, hogy az mennyire múlt, vagy mennyire. Nyilván az ember látja, amit ír, meg tisztában van. Ez inkább szabadulás a fölösleges emlékektől ilyenkor. Tehát az nagyon kevés, vagy nagyon kis részben van jelen mások az életemben, nem ki lehet belőle hozni valamit, ami lehet, hogy tanulságból szolgál másoknak. Uh-huh. És hogyan éled át a jelen és a most pillanatait? Ezekről kevésbé szeretek írni, mert ami mostan, azt nyilván megéri az ember, és annak örül, meg azok a pozitív visszacsatolások, amik kellenek az életed. Ezeket én kevésbé tartom olyan szempontból fontosnak, hogy írjak róluk, mert ezekből majd később lesz egy olyan alap, amire lehet építkezni. Tehát ezek még ilyen friss dolgok, és ezek én nem. Tehát le kell ületenni, és akkor lehet belőle valamit. Hallgassunk meg most két verset, először a Sötét Vény című verset Robitól, utána pedig a Fejben című verset Szandrától. Ez a Fejben című vers, ez a gyermek ilyen szabadulása, az nagy mértékben benne van a dologba. Egy ilyen bebörtönzött lélek, legalábbis én ezt vettem ki, és a második szabadulna és cselengednék. Kicsit inkább az őrület, vagy a tudatosság és a tudatalatti találkozása és összemosódása, hogy hogyan alakulnak ezek a kis belső csaták, amik minden emberben jelen vannak, amit bizonyos életszituációk vagy élethelyzetek kiváltanak, és hogy a dolgok kavarodnak bennünk, próbáljuk feldolgozni, próbáljuk kihozni az adott szituációból a maximumot. Mert szerintem azért ez fontos, hogy mindig minden szituációból próbáljunk a lehető legjobban kijönni. Tehát igen, ez erre reflektál. Oké, és akkor hallgassuk meg ezt a Sötét Vény, utána pedig a Fejben című verset. Sötét Vény. Könycsepéd lassan végigfolynak a telefonod oldalán. Egy remegő kézzel írsz és próbálsz hívni. Elérhetetlen lettem. Nem győztem kivárni. Inkább megteremtettem a pillanatot, mint Frankenstein a szörnyet, és lelkem szemüld a puh alatt, de most már jól van. Valami elváltozott bennem. Nem beszélek ördögül, vállamon nevetve. Suttogja fülembe fals igazságok elfeldített valóságát. Én meg érzem, hogy ilyenkor már a sötét fényt is meg lehet tenni. És meg lehet tenni azt is, amitől korábban annyira rettegtem és távol tartottam magamat. Te meg csak zokogsz, és próbálsz felhívni. Mások meredek magam elé, körülöttem a vörös tenger, a tévében meg üvölt, hogy a hatalomban megy a közbeszerzés, és nem maradt más a népnek, mint az összetörődés, gratisból pedig megkapják az összes tartozást, pedig a viaszat ír a görbe tükrén át is láthatnám ezt a felboldult szudarvilágot. Végül eljössz hozzám, beengeded magad az előszobában kis levélvár, és már tudod, ezen nem leszel egy hamar túl, mert kreatív voltam a megfogalmazással. A földel landol a kulcsomó, meg a kabát, én meg vérbefagyott mosolyan röhögöm pofán a halált. Ma is csak játszottam veled. Fejben. Felnőtt énem az életet leigázva megfáradtam, megpihen. Az örömforrásai lassan kiapadnak. És elhasználta nagyját magát a létezésnek. A bennem lakozó ezer gyermekén kiszabadítja magát, arcán őrület, mert ezáltal a legjobb barátja a magány volt, és egyetlen játékszere a saját életemet. Mielőtt rátérnénk az Itthon című antológiára, eszembe jutott még egy kérdés, ami szintén így hozzád kapcsolódik. Mesélj egy picit a Szavárjai Ütereiről. Igen, ez egy közösség. Van egy cikksorozat, ami végül egy közösségi
közösséggé formálódott. Igyekszem bemutatni és összegyűjteni a Vas megyében tevékenykedő bloggereket, akik a YouTube-ra gyártanak tartalmakat. Nekik szervezünk eseményeket, és azt próbálom most már egy olyan szintre fejleszteni, ahol mentorok is bekapcsolódnak ebbe a történetbe, hogy a videósok tudjanak tanulni, tudjanak fejlődni, és még jobb, még profibb tartalmakat tudjanak gyártani. Tulajdonképpen ez nem virtuális, hanem akkor már személyes... A közösségi térben hozzuk a közösségi médián gyakorlatilag. Térjünk át az Itthon című antológiára, mesélj erről egy picit, milyen vers, hogyan jött a felkérés, és milyen verseit szerepelnek ebbe a antológiába. Ugye Tóth Árpád Ferenc a Tóth Árpád Ferenc szerkesztette ezt az antológiát. Ő keresett meg azzal, hogy látta a nemeket, és hogy akkor szeretném, hogy én is részt vegyek ebben az antológiában, és nyilván igen mondtam, mert vonzott ez a felkérés, meg érdekelt a téma, és így elkezdtem verseket írni, nyilván többet is, és abból hatott választott ki a Ferenc. És milyen versek vannak ebben, illetve hogyan kötődnek egymáshoz, ugye az otthon, a szülőföld, ez a központi téma? Egy központi téma, igen, amihez mindenki egy verssel csatlakozott, az nálam a Kirándulás című, és ezen kívül még öt olyan vers, ami ránk jellemző, vagy kicsit leírja azt, hogy milyenek vagyunk. A pedofil vers például szerepel bent, a nemek szerepel bent, az Oroszországból egy szeretlekkel is szerepel, a menüpauza, nem is tudom, hogy mi a harmadik, vagy az ötödik, mindegy. Visszatérve egy picit, a következő verset, amikor én elolvastam, nekem merőben más ihletettségű és stílusú, illetve hangulatú volt, mint az eddigiek. Én éreztem benne egy kicsit a másik oldalt, éreztem benne a mosolyokat, éreztem benne a vidámságot és egy picit egy másfajta szemléletet. Ez a Lenn a parton című verset, mesélj róla egy picit. Igen, így egyből volt ez egy szó. Ez nyilván egy vidámabb történet. Nyilván az én múltam se csak a szenvedésről szól, elég csúnya lenne, hogyha ez így lenne. Ez például egy olyan élménynek a feldolgozása, ami jó volt. Hát, néha kell ez is, vagy nem néha, de amikor kijön ez a vicces, kicsit szemétkedő, de alapvetően igen, ilyenek vagyunk, és akkor élvezzük az életet így is. Ez is jó. Hallgassuk meg akkor ezt a verset, Szandra előadását. Lenn a parton. Vízparton ülsz, mint erdei nimfa. Hajad befonva, lábad a tóba lógatva. Mögéd lopózva nézlek. Megmosolyogtatsz, ahogy hangos blaccsanással csobbansz. Tudod, bűnös vagyok én is, csuromvizesen nézel rám, de mégis kacagok rajtad, miközben kezem nyújtom feléd. Miért van az, hogy mindig magaddal rántasz? Miért nincs sok kérdésre válasz, csak kérdéssel felelsz? Miért ne? Elázva bontunk egy újabb üveg bort, a tábor tűz ropog, serceg a csirkehússal öntött szeszadani barna fűszereken. Majd, mint gyermeked, úgy ölesz magadhoz, és etetsz is. Nem tudok mit kezdeni. Néha túl jó, hogy hamis legyen. Hát megjelentem pozitív. Ez egy olyan szakaszom volt az életemnek, amikor rendszeresen volt küzdöttem megfázásra, és hasonló ilyen természetű dolgokkal. Jó. Két verset van még, hát az egyiket majd a Szandra, a másikat pedig te fogod előadni. Picit próbáljuk rögzíteni, vagy picit próbáljuk így összeszedni a dolgokat, hogy elindult el egy úton, egy eléggé rögös úton vagyunk tulajdonképpen, ahol elég sok a szakadék, ezt a versétből kivettük, de azért megvan a pozitivitás. Hogy érzed, hol tartasz most? Hát ezt belülről szerintem kicsit mindig nehéz megítélni. Szerintem ez most egy felfelé ívelő szakasz, ami remélhetőleg pozitív is marad. Én igyekszem tenni azért, hogy ez így legyen. Többi meg úgyis egy olyan dolog, ami rajtam kívülálló dolog. Tehát ezért
ezt lássuk, hogy kicsit olyanok vagyunk, amilyennek a környezetünk akar látni minket. Tehát ezért az ilyen külső behatásoktól nem tudjuk függetleníteni magunkat, nem tudjuk azt mondani, hogy ez nincs. Hát mindig a többség szava dönt sok esetben az egyén szava felett. És vannak olyan helyzetek, amikor mások próbálják meghatározni azt, hogy neked milyen a személyiséged, milyen az egyéniséged, milyen ember vagy, hol tartasz, azt hogyan éred el, de erre meg azt mondani, hogy nyilván ott az okkán borotvája, ami kimondja, hogyha egy megoldáshoz két út vezet, akkor mindig a legegyszerűbbet kell elfogadni igaznak. De néha érdemes mondjuk azokra az emberekre fókuszálni, akik körülötted vannak és ismernek, és az ő tükrükre belátni magadat, nem a többség társadalomban és nem a többség tükrébe, mert ezáltal... Nyilván egy ilyen helyzetben kontextusba tudja helyezni magát, tehát hogy az önazonossággal itt nincsen probléma, itt az van, hogy vannak külső behatások, amiket nem tudsz megváltoztatni. Tehát hogy azzal sosincs problémám, hogyha a barátaim szóvá tesznek valamit, hogy észrevesznek valami olyan változást a személyiségében, ami nem feltétlenül pozitív, akkor nyilván arra oda kell figyelni, de hogyha olyan emberek kezdenek el ilyeneket mondani, akiket kevésbé ismersz, vagy olyan a viszonyod velük, akkor az nem feltétlenül mérvadó. Milyen jövőbeli terveid vannak? Nyilván egy saját könyv, ami készülőben van. Erről nagyjából ennyit lehet elmondani, de igyekszem azt összehozni, hogy ez jó legyen, ez érdekes legyen. És a stílus az nagyjából az keresztmetszete az itt elhangzó verseny. Tehát nagyjából ezeket a verseket is követni. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Két verset fogunk majd meghallgatni, először a Későnt a Szandrától, utána pedig a Föld felett felhőd alatt című verset Robitól. Én kívánom azt, hogy ez a terv sikerüljön, amit elterveztél, és azt is nagyon-nagyon kívánom, hogy igenis jelenjen meg ez a másik oldal, ez a mosolyog, ez az öröm és ez a vidámság, és ha már felfelé ível ez a dolog, és azt mondod, hogy jelenleg most ott vagy, akkor küzdjél és kapaszkodj el, hogy ez tényleg így legyen. Úgyhogy kívánom ezt szívből, és Szandrának pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és többször kihangosítottad ezeket a gondolatokat és a verset, amit a Robi készített. Vagy írt, úgyhogy akkor először most a Későn című verset hallgassuk meg a Szandrától, utána pedig a Föld felett felhőd alatt a Robitól, de mielőtt még elhangzának a versek, mindenkit várunk sok szeretettel a következő bájolóra is, puskáznunk kell, hogy mikor lesz. Február 23-án, ez egy pénteki nap lesz, Szendrői Csaba lesz a vendégem, illetve Tóth Andrással karöltve, mert ő gitáron fogja kísérni a Csabit. Csabi verseket fog hozni, illetve az Elefánt dalt is akusztikusan azért fel fognak szólalni, úgyhogy arra is mindenkit várom nagyon sok szeretettel, ez egy pénteki nap. És most akkor hallgassuk meg ezt a két verset. Bocsánat. Lehet kérdezni? Még mielőtt a kérdezés. Kettőt szeretnék kérdezni. Az egyik, hogy ezen a könyvön kívül még milyen publikációs lehetőségek vannak a verset. Hát ez egy jó kérdés, nyilván a Vaskori Kánál mi is szívesen foglalkozunk, vagy fogadjuk az ilyen próbálkozásokat. Nem, de saját versenyre gondoltam. Saját versenynek nem tudom, nem feltétlenül keresem tudatosan az ilyen lehetőségeket, tehát hogy egyelőre legyen a könyv, és akkor utána majd kiderül. Én most ezzel úgy vagyok kicsit, hogy van elég dolog, amire fókuszálnom kell, és nyilván ez is fontos, de ezt először könyv formában szeretném. A másik kérdésem pedig az, hogy ugye azt mondod, hogy különböző lelkiállapotokban írod a verseket. Amikor visszaolvasod ezeket, akkor be tudod azonosítani azt a lelkiállapotot, amiben az született? Ezt ilyen terápiás célból kérdezem, hogy segít-e ez neked, hogy be tudod azonosítani, hogy abban az időszakban milyen lelkiállapotban voltál? Erre a válasz az, hogy sajnos igen, de másrészt meg az jó is, mert az ember így tudja feldolgozni a felgyülemlő problémákat, másrészt meg is szabadul tőlük, és mementónak meg ott maradnak ezek a papíron, vagy a
szövegszerkesztőbe, hogy most ez az a szint, amire nem szeretnék visszajönni előtt esetben. Vagy pedig másik példa az, hogy igen, erre a szintre szeretnék újra eljutni például ennek a harcban esetében. Ez a kettősség itt is jelen van. Köszönöm szépen, és bocsánat, hogy elakadtam. Nem, nem is, van kérdésem. Két kérdésem lenne, az egyik itt fogant, a másikat már előbb elgondoltam. Ugye a publicisztikának a nagy részét talán a kulturális újságírás teszi ki. És mit gondoltam? A vaskarika.hu megjelent cikkeid alapján mondom ezt, akkor... Ez most lett éves, mert nem csak a vaskarikánál dolgoztam, én három újságnál dolgoztam korábban. Légy szíves, kérdésre tudtam még föltenni rendesen. Szóval a kérdésem az lenne, hogy miben látod a kulturális újságírásnak a fontosságát, illetve a szerepét akár egy helyi városi közösség alapján, és azt, hogy azt mondtam, hogy nagy részét a kulturális témájú cikkeidet olvastam, szerintem nem kell feltétlenül 100%-osan tájékozottnak lennem a te munkásságodat illetően. Nyilván jelen pillanatban a kultúra az, ami érdekel, ami fontosabb téma, nyilván ezt ki kell emelni. Nagyon kevés olyan felület van, ahol ezek megjelenhetnek, például a legnagyobb Vasfenyi vagy Szombathelyi internetes portál nagyon lesöpri az ilyen kultúreseményeket a palettájáról. Azzal a címszóval, hogy ezt nem kattintják, nem olvassák, akkor minek. És ezért kellenek az olyan felületek, ahol ezek megjelenhetnek. Másrészt egy kicsit reflektálják, a másik része pedig, hogy alapvetően én közgazdasági szakközépiskolába jártam, és a gazdasági témákkal foglalkoztam például az említett újságnál. Tehát az a másik fele a történetnek. A másik a betegségeddel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy ez a depresszív és szorongásos állapot, ennek van konkrét neve, diagnosztizálva van, vagy ezt ilyen öndiagnosztisképpen mondtam? Nyilván diagnosztizálva van, és kevert szorongás és depresszív pszichológiai zavar a hivatalos elnevezése. Köszönöm szépen! Akkor már én sem szeretnék kimaradni a kérdések sorából. Nem tudom, mennyire képezte a koncepció lényegét, és mennyire beszéltetek róla Ferivel. De én azért megkérdezem, és maximum nem válaszolsz rá. Aki rád néz, az mindig látja rajtad, hogy ez a sál, ez nagyjából így rendszeresen ott van a gyakorlatban. Én azt szeretném tőled megkérdezni, hogy én tudom rólad azt, hogy híve vagy az arab kultúrának. Mennyire jellemzi, vagy befolyásolja ez a személyiségedet? Nyilván vannak olyan dolgok, amiket az ember szívesen átvesz más kultúráktól, amiket követendőnek tart, ami érték, azt felhasználja saját munkásságában, saját életében, saját életvitelében, de itt nem kell olyan szintű dogmatikus követésre vagy hitre gondolni, ami például egyes embereknél jelen van. Nagyjából ennyi. Köszönöm. Akkor tényleg adresszom őkért. És utána Robi még itt lesz. Igen, tessék. Hogy egy vidám vers az eltelt X időben nem született. Mert őszinte megvan ez a sok negatív vers, hát egyszerűen számomra úgymond emészthetetlen. Így egy végtében. Egy valami vidám, nem igaz, hogy egy ember életében ez idő alatt nem történt valami olyan korban. Bence, beleszólnék most, bocsáss meg, nem tudom, találkoztunk szerintem a Kelemen Zolinak a könyvemutatóján. Nem tudom, ott voltál-e a Kelemen. Amikor vége lett a könyvemutatónak, nagyon-nagyon sok emberben ugyanezt fogalmazódott meg. Kelly, imádunk téged, egy zseniális figura van, egy csodálatos ember, de valami vidámságot. Nem tudnál belevinni a soraidba? Most gyakorlatilag ugyanezt köszön vissza a Robi kapcsán. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Robi és a Kelly valahol rokon lélek. Jól látom, Szandra? Ez mit mondja, hogy ezt sem tudnánk mesélni itt a Bájoló sorozatból, hogy minél fiatalabb. Nem megvédve a Robi, persze. Annál nagyobb a világfájdalom. Egyébként ez ha nincs mindenki olyan messze a fiatalkorától, mint én, akkor vissza tud gondolni, hogy bizony nagyon nehéz időszakok vannak az ember életében, lehet az 15 év, 18 év, 20 vagy 25, és
később azért egy kicsit, hogy mondjam, közelebb jutnak az emberhez az élet szépségei. Itt most megéljük a nehézségeket aztán. Szerintem a szépség is benne van, például a lennaparton. Igen, erről beszéltünk. Hát, hogy a lennaparton az pont egy ilyen felévelő szakasz, amit hallottunk. És a későn is egy szomorú darab, még a felhőt felett sem. Ezek elgondolkoztató versek, tehát látni kell és olvasni. Igen, és igen, igen. Az inkább az, hogy inkább leírva élnek ezek a versek, mert én is, amikor először elolvastam, utána gondolkodtam el azon, hogy oké, most akkor így is értelmezhetem, átküldöm tehát nem mindegy, hogy hogyan van felolvasva, hogyan értelmez az ember, amikor olvassa. Nekem is többször kétfajta gondolatmenet futott végig, és közben Robin mondta, van egy harmadik. Tehát, és ezeknek a verseknek pont ez a lényeg ilyen szempontból, hogy igen, a gondolatiság, tehát hogy igenis álljunk meg egy pillanatra, és gondolkodjunk el azon, ami le van odaírva. A másikra meg én is tudok reflektálni valamilyen szinten, hogy akárhogy is nézzük, én a filmezés területén alkotok, és kezdetben, amikor elkezdtem filmezni, én ugyanúgy a fiatalon a mélységeket éltem meg nagyon sokszor. Sokszor találkozok itt a bájolós fiatalokkal is. Ők is azt mondják, inkább a mélységeket tudják kiadni önmagukból, akár vers terén, akár fotózás terén, film terén. Ezek azok, amik miatt tulajdonképpen le tudjuk tenni a múltat, és a hátunk mögött tudjuk hagyni. Én, és ezért is mondtam az előbb, hogy kívánom a Robinak, hogy ezek a dolgok, amit itt az igazgatónak is elmondott, hogy talán a hátam mögé kerülnek, és a felfelő égelő szakaszba el tud jutni, és ez kell egy kis erő, egy belső erő, meg kellenek azoknak az embereknek a támogatása, akik körbeveszik. Úgyhogy én azt mondom, hogy és ezért is mondtam, hogy tényleg egy hatalmas, vagy hát ezért is mondtam, hogy sok erőt kívánok ehhez a dologhoz. De igen, tehát a mélységeket kell megélni ahhoz, hogy igazából az ember, én is így voltam, hogy azt mindig könnyebb kiadni, mint a pozitív dolgokat, legalábbis én is így vagyok vele. Én csak azt mondom, hogy ez egy nagyon különleges esemény a mai, mert a bájolóban ilyen még nem volt, hogy a közönség elkezdett beszélni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, mert tényleg ezek nem akár ilyen. Valahol ezeknek az írásoknak ez a célja, hogy elindítson egyfajta beszédet vagy gondolkodást az emberekbe, és hogyha tömeges vagy tömeg előtt vannak előadva, akkor nyilván mindenkiből előjön valami, ami megragad benne, ami érdekli, amivel tud azonosulni, amivel abszolút nem tud azonosulni, ami felkavarja, és ezt kell. Érdekel bennünket, igen, látszom. Akkor a késő, és a földre. Még egy mondat ide, aztán a késő. És van benne szerintem egy olyan is, amit így elég sokszor magamon is érzek, ami egy ilyen átok és áldás egyben, hogy rossz érzés az, hogyha túl pontosan látsz mindent, hogyha a világnak nem a szépségeit veszed először észre, hanem a fonák részét. Tehát az egy nagyon... Valaki azt mondja erre, hogy de jó te neked, mert le tudod ezeket írni, te ezt egy formába tudod önteni. Viszont ez a hétköznapokban, ha mondjuk van egy olyan, hogy megvan a munkád, megvan mellette az életed, és még van ez a teher a hátadon, akkor nem annyira kellemes. Viszont amikor van egy ilyen esemény, amikor ennyien kérdeznek, akkor a fonák átvált egy picit abba, hogy mégiscsak van értelme. Igen. Későn. Hát újra hazaértél, megint egy hosszú nap végén, kabátot hanyagul az ágyra dobott, majd lassan megszabadulsz minden ruhától a fürdőszoba felé félúton. Már csak egy forró zuhany választ el a boldogulástól, mikor gőz és habfürdő leány lehetsz, én meg mint aljas leprikon elcsinem a törölközöd, mert minden ékszert ragyogásra teremtette mindenható. Így rendezetlen viszonyunkkal gázolunk át az életen, mert jó és rossz közt is penge él a határ, hol kezem szorított, de én is félek. Kiszolgáltatjuk magunkat múló szeszélyeinknek, s már csak vérző szívvel ragaszkodunk egymáshoz. Később az ágyban magzatpózba gömbölyödve mesélsz a napodról, tudom, szörnyű volt, mégis szemem lemúnyva hallgatom, mégint ugyanazt. Pedig vártam már ezt az unalmasnak tetsző esti órát. Csak panaszkodunk egymásnak, mintha ettől változna bármi is. Elmeállapotom a végtelen. Föld felett, felhőd alatt. Szivárványként számolod a sivárságot lelkemből, míg lábunk a metropolis felett próbáljuk
Mi gerjesztette itt ajtékos a városunk betontengerét?